Eldöntöttük a Városháza felújításának közbeszerzési eljárását is, tehát nincs akadálya annak, hogy jövő év első részében várható a januárban szerződjünk, munkaterületet adjunk át, és mindegy 10 hónapos munkával, de felújítsuk a Városházát. Ezt a 2021-es esztendő utolsó közgyűlése után nyilatkozta Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András pénteki Facebook posztjában pedig már arról számolt be, hogy heteken belül indul a Városháza épületének felújítása. Ahogy fogalmaz, átfogó és sokrétű felújítást kezdenek a Városháza épületén. A leglátványosabb rész az lesz, hogy megújul az épület homlokzata és tetőzete, vagyis a Hímerházhoz, a püspöki palotához, a múzeumi épületekhez hasonlóan visszanyeri régi fényét az épület, de további fejlesztések teszik még korszerűbbé a Városházát. A homlokzat felújítást, a nyilászárók cserék még fennmaradó részét, elvégzését és a teljes tetőfelújítást, belső felújításokat, energiakorszerűsítést és a belső udvarok fele néző tető részeken pedig napelem kerül föl a Városházának a tetejére. Úgyhogy én bízom benne, hogy szimbolikusan éppen a 2022-es aranybuló emlékévnek egy szép eseménye, hogy a város közösségi központja, a Városháza épülete is megújul. A felújítás heteken belül elindul, várhatóan az idén be is fejeződik. A munkálatok a hivatali munkát érdemben nem befolyásolják. Azonban a Városházára, illetve annak dísztermébe tervezett külsős programok jelentős részét átköltöztetik a Hímerházba vagy más helyszínekre. Ezzel a felújítással közel teljessé válik majd a Városháztér rehabilitációja, valódi fényének, méltóságának helyreállítása, olvasható a polgármesteri posztban.